reggelt mindenkinek! Aki nem ismeri, Balog István vagyok, a Koppány csoport egyik tagja. Hát nagyon nagy tisztelettel adózom a Laciéknak a demonstrációjukért, mert ez a demonstráció az országban ma példaértékű volt, ilyen még az országban nem volt. Érzékeljük is, hogy a miniszterelnök úr és a családja ezt nem nagyon díjazza, de hát ez volt a cél, hogy érezzék azt, hogy amikor a saját családi szférájukban vannak zaklatva, hogy akkor mit érezhet az az ember, akihez elmegy a végrehajtó, és azt mondja neki, hogy na, innentől az utca. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy a probléma Magyarországon, és nem csak a devizahitellel van ma nálunk probléma, és erről szerettem volna egy kicsit beszélni nektek. Mondjuk az OTP és a Fundament a bank tevékenységeiről. Ugye forint alapú hitelekről beszélünk ezeknél a bankoknál, legalábbis az én esetemben. Volt egy olyan történetünk, hogy 3,2 millió forint hitelünk volt lakásfelújításra. Ezt a 3,2 milliót bele is öltük a lakásunkba, nem volt elég a befejezéshez, de komfortosabban tudtunk élni egy pár évig. 7 évig fizettük a hitelünket a 10 éves futamidőből. A következő történt, én láttam azt, hogy baj lesz, és nem akartam, hogy a házunk elvesszen, próbáltam megegyezni a bankunkkal, hogy csináljunk valamit. Ugyanis a történet az úgy nézett ki, hogy egy forint alapú OTP hitel, LTP-s támogatással, kötelező biztosítással arra az esetre, hogyha ne adj Isten elvesztem a munkahelyemet, vagy a családból valaki elhalálozik, ki tudjuk fizetni a fennmaradó hitelt. A következő történt. Nem engedték, hogy a biztosítási oldalon felgyűjtött több mint 1 millió forintunkat, a hiteltörlesztésbe betörlesszük a futamidő lejárta előtt. Na itt az első disznóság. Ugye fizettük az LTP-t, fizettük a biztosítást, és nem számolták be az LTP-t a törlesztési oldalba. Ez általános gyakorlat úgy az OTP-nél, mint a Fundamentálnál. Én azon szerencsések közé tartoztam, akinek van, hajrá Debrecen, akinek van kettő nagyon jó testvére, és ez a két nagyon jó testvérem összehúzva a nadrágszíjat, azt mondták, hogy kifizetjük, csak ne kerüljetek az utcára. Elkezdődött a tárgyalás a bankkal. Mit gondoltok, mennyit kellett fizetni 7 év törlesztés után a 3 millió 2-ből? Hát 3 millió 2-t! Plusz 80 ezer szerződésmódosítási díjat büntetésként, mert előbb kimertük fizetni a hitelünket. És akkor megkérdezem én, hogy hová lett az a pénz, amit 7 évig fizettünk? Na ez a magyar OTP! Ez a Csányi Sándor! Ez, aki üzenget nekünk a televízióba, a Koppány csoportnak, meg a többi csoportoknak, akik felmerik emelni a szavukat. Hogy merjük mi őt zaklatni akkor, amikor az ő gyereke megfogva lázba hever az ágyába. Hát megígérem neki, hogy lehet, hogy én leszek az első gazember, aki fel is fogom gyújtani a házát. A költjével, az ivadékaival együtt. Hát mit képzel magáról ez az ember? Ugyanez vonatkozik a Fundamenta bankra is. Ugyanez a történet, ugyanez játszódik le náluk, és több tízezer ember tettek tönkre, tudatosan, kartelba. Miniszterelnök úr, elhiszem, hogy jól érzed magad itt ebben a rózsadombi házba. De azért elvártuk volna tőled azt, hogy ide gyere, és megkérdezd, hogy mi a francot keresünk mi itt. Mert ha már hivatalosan esetleg nem jut el hozzád azt, amit mi kérünk. De itt a magánszférádban látod, hogy itt vagyunk. Tudod azt, hogy akarunk valamit. Akkor legalább annyira szarjál le minket, hogy gyere ide és mondd azt, hogy bakvig! De ezt sem merted megtenni. Én idáig nagyon lojális voltam az irányokba, úgy gondoltam, hogy te, mint miniszterelnök, lehet, hogy nem is jut el hozzád az információ, mert a tanácsadóid megvezetnek. De itt már nem mondhatod, hogy megvezettek, mert itt voltak az emberek 3 napig a házad előtt és éheztek, hogy felhívják a figyelmedet arra, hogy mi a probléma Magyarországon. És nem vagy hajlandó tudomásul venni. Azt is tudjuk, hogy miért nem vagy hajlandó tudomásul venni. Tegnap volt itt két Amazon, aki tudott beszélgetni a feleségeddel, nagyon kedves, bájos beszélgetés volt, de a beszélgetésből kiderült, hogy a feleséged nem enged ki hozzád téged. Akkor most megkérdezem én, ki irányítja ezt az országot? A miniszterelnök, a parlament, vagy a first lady?
Hát azért álljunk már meg egy polgári szóra, nem fogtok velünk azt csinálni, amit akartok, és igenis követeljük, ha kijelentetted az Unióban, hogy nem törölhetik fel velünk a padlót, akkor mi is azt mondjuk, hogy ti sem törölhetitek fel velünk a padlót, és addig cselekedjetek normálisan, törvényesen, ameddig lehet. Mert most már nagyon szakad a cérna. Köszönjük a rendőrségnek, hogy a demonstrációnkat ilyen szolidan biztosítja, semmi összetűzésünk nem volt, és a jövőben is ezt várjuk el a rendőröktől, hogy velünk legyenek, szolgáljanak és védjenek, mert az esküjüket arra tették le, hogy a magyar népet szolgálják és védik, nem pedig az eláruló, kiáruló hatalmat. A hatalommal szembe kell fordulni a magyar rendőröknek is, úgy, hogy azt tették a csehek és tették a bulgárok. Én a múltkor az autós demonstráció végén azt mondtam a rendőröknek, hogy tartóztassák le Csányi Sándort, mert éppen elég bizonyíték van elleme, hogy büntető eljárás alá lehessen vonni. Még mindig nem mozdultatok meg, fiúk. Még mindig nem kértétek ki az ügyészségtől az engedélyt, hogy letartóztassátok ezt a bitangembert a többi társával együtt. Bankszövetség. Hát hogy veszi a Patai úr a bátorságot ahhoz, hogy utasítja a kormányt, hogy olyan törvényt alkosson, amivel a devizahiteles nem perelheti a semmiségét, mert az a banknak rossz. És akkor még Orbán Viktor még mindig nem lép. Azt kérdezik itt az emberek, hogy miért vagyunk itt. Hát azért vagyunk itt, mert ő az egyetlen ember az országban, aki a nép által megbízott hatalmával élhetne, és egy kormányrendelettel egy pillanat alatt megállíthatná a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat. És nem teszi. Hát miért nem teszi, emberek? Ő mondta azt egy pár évvel ezelőtt, hogy az a kormány, aki nép ellen kormányoz, azt el kell kergetni. Hát el kell téged is kergetni, Viktor a francos picsába, mert egy szemét hazáruló vagy. És elég volt belőled. És ez nem azt jelenti, hogy visszakívánjuk a régi 8 év kormányát, hanem azt jelenti, hogy az elmúlt 23 év politikai elitjét veled együtt mindet el kell kergetni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.